Ha te is szeretnél kiváló filmes, sorozatos, illetve videójátékos termékeket vásárolni, akkor mindenképp látogass el az xon.hu-ra, ahol a Geek City 10 számos kedvezményhez juthatsz. Link a leírásban. Az Alien és Predator filmek között voltak átjárások, de még mind a mai napig vita van arról, hogy az Alien vs. Predator vajon kánone mind az Alien, mind a Predátor sorozat egy halálos és könyörtelen földön kívüli faj körül forog, így logikus volt, hogy végül összecsapjanak egymással. Mivel mindkettőt ugyanaz a stúdió birtokolta, így megalkották a crossover-t, amely 2004-ben debütált Alien vs. Predátor címen, vagy magyarul a halál a ragadozó ellen. Emellett készült hozzá egy folytatás, de arról inkább ne beszéljünk. Ez a crossover több zavart is okozott az erőben, mert az Alien filmek a távoli jövőben játszódnak, a Predator mozik pedig a jelenben, kivéve ugyebár a prey továbbá Ridley Scott belemerült a szenomorfok eredetébe is, így tehát nem illeszkedett a hivatalos idővonalra, ahhoz, hogy ezt a mai napig vitatott kérdést eldöntsük, jobban bele kell lásni magunkat a két világba. Még a ragadozó kettő mutatta be azt az ikonikus jelenetet, amikor a Predator tróntermét láthatjuk, ahol a trófeáit gyűjti, és itt vettünk szemügyre egy szenomorf koponyát, tehát ez volt az első alkalom, amikor összekötötték a két franchise-t a filmekben. Ez az easter egg pedig nem csak azt erősítette meg, hogy a szenomorfok léteznek a Predator univerzumban, hanem azt is, hogy a Los Angeles utcain garázdálkodó Predatornak egyszer már sikerült megölni egy fekete bestiát. Ez a fantasztikus koncepció pedig az Aliens vs. Predator című 89-es képregényből származik, ahol a Xenomorph királynős gyermekei szálltak szembe a Predatorokkal a nemrég kolonizált Riusi bolygón. A képregények olyan népszerűnek neki bizonyultak, hogy a sorozat 2020-ig futott, és ahogy előbb is említettem már, 2004-ben Paul W.S. Anderson rendező vitte ezt a mozivászorra, ez volt az a film, amely hivatalosan is egyesítette a két franchise-t. Viszont ezek a filmek közel sem voltak -e olyan erősek ahhoz, hogy megérje mindkét franchise kánonját megváltoztatni. Az egyik megközelítés az, hogy az Alien filmek egy külön idősíkot képviselnek, és a Predator kánonjához tartoznak az Alien versus Predatorok, de a Predator nem részes az Alien univerzumnak. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, igyekeztem minden fontos információt összegyűjteni a két franchise kapcsolatban, és remélem így már érthető mindenki számára hogy az élen versus predátor nem tekinthető hivatalos kánonnak. Persze van még rengeteg megközelítés, mindenki értelmezheti, ahogy szeretné, de a hivatalos az, hogy az Alien versus Predátor nem képzi a kánon részét. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy ti Alien vagy Predator pártiak vagytok, illetve lájkoljátok a videót, iratkozatok fel, és osszátok meg minél több emberrel ezt a videót, legközelebb találkozunk, szevasztok!